Mennydörgés. Magyar hangok. Kárpáti Levente. Timon Barna. Mikula Sándor. Orosz Helga. Várdai Zoltán. Gerő Bence, Barabás Kis Zoltán, Vesztercei Attila. Szabó Endre. Pap János. Dézsi Szabó Gábor. Pusztaszeri Kornél. Hogy vagy? Szia, aranyom, jól nézel ki. Vagyunk, hogy megteszed ezt a szívességet. Köszönj a nagyinak. Itt az én kicsikém. Nincs csak, hogy megnőttél. Ó, na, gyere velem, gyere. Kösz, anya. Megkaptad a csomagot? Vajon el fogja olvasni? Te elolvastad. Nincs jobban elkényeztetve, mint te. Légy jó, fiú. Jövő hétvégén a hegyekbe megyünk. Szeretlek, kicsim. Kösz, Márcs. Nekem jó ötletnek tűnik. Szeretsz kempingezni? Talál majd rá okot, hogy ne menjünk. Mondjuk egy üzleti utat. Na, gyere csak. Hová? Segíts egy kicsit. Nyisd ki. Oh. Édesapád imádott ezekkel a régi holmikkal játszani, amikor még kicsi volt. Mi ez? Egy álomcsapda. Az ők nagyapád egy szíjúvarázslótól kapta. Nagy becsben tartotta. Indiánnak, hűha. És ez mire jó? Álomfogásra, mi másra? Ó, Jacob McKay egész élete itt van ebben a dobozban. Nehogy levágd a füledet. Ez egy skalpkés. Igazi skalpoláshoz. Miért? Van más, milyen is? Ha ez tetszik, ezt is imádni fogod. Hűha! Lehet vele lőni? Gondolom, igen. Ő milyen volt? Mármint Jacob. Jacob McKay egy veled egykorú fiú volt, amikor nyugatra jött. De ebben benne van. Az egy napló? Igen, az. A nagyapádé volt, majd az apádé. Most pedig a tiéd. Az enyém? Hisz egy McKay vagy. Fontos, hogy megismerd a felmenőidet, a családodat. Olvasd el. A hatalmas állat hangja olyan volt, mint a mennydörgésé vagy az üvöltőszé. Amikor én, Jacob McKay, leírom ezeket a sorokat, a 75. évemet taposom. Családom részére hátrahagyom életem legfontosabb eseményeinek jegyzékét.
olyan eseményekét, amelyek örökre megváltoztattak engem is a gondolkodásomat. 1850-ben csak 14 éves voltam. Abban az évben jött a családunk nyugatra. Apám John McKay egész életében hajóácsként dolgozott New Hampshire-ben. Úgy döntött azonban, hogy egy új kezdetet biztosít a családja számára Kalifornia aranymezőin. Késő ősz volt, és hátrahagyott bennünket a szekérkaraván. Édesanyámat Emmának hívták. Erős, bánatos asszony volt, de szerető és gondoskodó. Szerintem nem örült, hogy el kell utaznunk. Épp a harmadik gyermekét várta, és nehéznek bizonyult számára az út. Az öcsém, Toby, örült az elmenetelünknek, imádta. És szerintem én is. Elég sokat olvastam a nyugatról. Sok mindent akartam látni. De ami a világon legjobban érdekelt, az az, hogy lássak egy igazi hegyi embert. A családom mindent eladott, mielőtt útra keltünk. Amikor eljöttem New Hampshire-ből, a tanító úrtól kaptam egy naplót, hogy lejegyezhessem az utazás eseményeit. Anyám állapota miatt persze sokszor meg kellett állnunk, hogy visszanyerje az erejét. A szüleimnek olyan kevés holmia volt, hogy az összes felfért egy kis szekérre. Itt megállunk! Oh. Megetettétek és megitattátok az állatokat? Igen, apám. Én csináltam egyedül. Ez nem igaz, végig panaszkodtál. Jut elég munka mindenkinek, anélkül is, hogy azon vitáznátok, ki mit csinált. Minden nap írsz. Megpróbálok. Örülök. Az írás nagyon fontos. Ott talán valami hasznát is vehetted volna. De most... Papa? Igen? Meg fogunk gazdagodni Kaliforniában? Nem azért megyünk oda, hogy meggazdagodjunk. Ha Isten is úgy akarja, talán jobb életet tudunk biztosítani magunknak. Mert New Hampshire-ben olyan szörnyű életünk volt. Ha valaki másnak dolgozik, mindegy, milyen kényelmes az élete, valójában semmije sincs. Vagy semmije, aminek értéke van. Mint mondjuk a szabadság, hogy maga dönthessen. Találkozunk majd egy hegyi emberrel? Nem valószínű. Bizonyára az ott az egyetlen, akit valaha is látni fogsz. Igen, már nem marad belőlük egy is. Egy sem. Már nem marad belőlük egy sem. Megtanítani neked a nyelvtant tiszta időpocsékolás. Egy medve!
Oda a tengely. Ketté tört. Nem lehet megjavítani? A havazás előtt semmiképp. Ez több, mint szerencsétlenség, John. Túl közel a tél. Építünk valami menedéket. A holmik nagy részét megmenthetjük. Már az évszak végén járunk. A többiek is megmondták. Túléljük. Ha Isten is úgy akarja. De Isten! Nem akarja! Végre te is beláthatnád. Na és a gyerekek? Jacob feladta azt a lehetőséget, hogy rendes oktatásban részesüljön. John McKay, te a hajóépítéshez értesz, nem pedig ahhoz, hogy itt új életet kezdjünk. Semmit se tudsz erről az országrészről. Egyikünk se tud. Most majd mind megfizetjük az árát az álmodnak. A születendő gyermeket is beleértve. Emma, még soká lesz az, nem, amikor... Nem igaz! Nincs sok idő. Nem akartam, hogy aggódj. A baba 2 hónap múlva fog megszületni. Nem pedig 4. Próbáltam eltitkolni. Úgy tűnik, az összvérek bementek a fák közé. A kecskékről viszont nem tudok. Majd megkeressük őket. Először a túlélés miatt aggódjunk. Húsát nem vihetjük el. A bőrének meg már nincs értéke. Ez a nagy helyzet szik. A mi időnk lejárt. Talán már telepesek is vannak itt. Hozzatok gyökereket, bogyókat. Bármi használhatót. Legyetek óvatosak. Ne menjetek messzire. És ne kockáztassatok. Jacob, te rád bízom a dolgot. Akár meglesznek az állatok, akár nem. Naplementéig legyetek. Igenis, apám. És vigyázz az öcsédre. Rendben. Gyere, siess! Az meg honnan van? Találtam. Akkor tedd le, ilyesmire nincs időnk. Éhes vagyok. Ehetek a bogyókból, amiket szedtünk? Mondtam, hogy nem ehetjük meg. Hányat ettél meg? Nem sokat. Hé, oda néz! Indiánok. Tűnjünk innen. Ne, várj! Talán nincs is ott senki. Talán mind elmentek. Találhatunk valami hasznosat. Gyere! Nézd ezt a sok mindent! Valaki lakhat itt. Jobb, ha elmegyünk. Megőrültél? Azt akarod, hogy megskalpoljanak? Szerinted ez micsoda? Nem tudom. Talán halat fognak vele.
Mi csak ennivalót keresünk. A hepét, hát miért? Ez azt jelenti sötét szél. Ez a neve. És tudni akarja, miért turkáltak a holmiak között? Egész életemben arra vágytam, hogy lássak egy hegyi embert, és egyszer csak ott volt, mintha valóra vált volna az álmom. Beszélj, fiam, süket vagy? Miért kutattok a holmiak között? A szekerünket tönkretette egy medve. És ennivalót keresünk. Ré, Monto, Vajanka. Dühös rátok, amiért hozzányúltatok a holmiaihoz. Sötét cél a Sziú törzs varázslója. A medve, amit láttatok, az ő szemükben ennek a földnek a szelleme. Mennydörgésnek hívják. És nem vagytok itt biztonságban egyedül. Hol a családotok? A közelben. Még egy óra van sötétedésig. Addigra itt lesznek. Szólnod kellett volna a gyerekről. Igen, talán kellett volna. De nagyon el akartál jönni. Én azt hittem, te is vágysz egy új életre. Már régóta tudom, hogy nem vagy boldog. Hogy többre vágysz. Nem azért jöttem el, mert én ezt akartam. Hanem azért, mert te akartad. De így van ez, ha szeretünk valakit. Papa, indiánok! A medve elintézte magukat, nem de? Murdoch vagyok. Rajta kaptam őket, amint az öreg dolgai között turkáltak. Ő sem örült neki. Látja, anyám? Egy igazi részbőrű. Pormin Jacob könyvében. Azt hittük, meg fogsz kalapolni minket. Gondolom, nincs elég ételük, vagy van? Épp elegendő, amink van. Nem éppen így értettem. Az öreg indián is jó magam. Szívesen ennénk valami meleget, ha volna. Hello, acs. Mi hálásak vagyunk a segítségükért. Esetleg velünk vacsoráznának? Mindketten. Nagyon köszönjük. Mennydörgés már a kezdetektől létezik. Az őseink tudták, hogy az ereje és a hatalma a nagy szellemtől származik. A lábnyomai akkorák voltak, mint a vízmosások. A hangja az éjszakai égbolt mennydörgése volt. Mennydörgés, a medve, ennek a vidéknek az uralkodója. Sötét szél a Sziúk varázslója volt. Beszélt mennydörgéshez. Elénekelte a haláldalát az idősebb fiának. A nagy medve elvette a fia életét, áldozatképp az öreg helyett, pont itt, ezek között a hegyek között. Sötét szél fia volt a legjobb vadász a törzs szerint, de azon a napon maga sötét szél talált húst a törzs számára, egy nőstény medvét. Nem tudta, hogy épp mennydörgés párját vadászta le és ölte meg. A fiú úgy gondolta, hogy apja veszélyben. Már maga az, hogy megpróbálta megmenteni az apját, valódi áldozatnak bizonyult. A fiú gyorsan futott, de nem szaladhatott gyorsabban mennydörgésnél. Azt mondta, a nagy szellem akarta.
Sötét szél tudta, hogy ennek a halálos versenynek a kimenetele eleve eldőlt. A fiát fogják felajánlani az öreg ember helyett a vétke miatt. Nos, már későre jár. Itt maradhatnak velünk éjszakára, és holnap együtt reggelizhetünk. Emberek, nem akarok semmit magukra erőltetni, de holnap a Horse Creek-i vásárba megyek. Új tengelyt biztosan nem árulnak, de találhatok olyan dolgokat, amikkel átvészelhetik a telet. Nyílbe ütök pár üzletet. De nincs sok pénzünk. Nincs is szükség sok pénzre. Kellene pár dolog, John. Vele mehetnék. Mindenre ügyelnék. Tudom vállalni a felelősséget. Apám is ezt szokta mondani. Jacob, csak 14 éves vagy. A 14 már elég idős. Kérem. Nos, menni fog, papa. Hát jó. Jacob magával megy, ha nem bánja, Mr. Murdoch. Valóra vált egy álmom. Elmehettem az egyik legutolsó hegyi vásárba, egy igazi hegyi emberrel. Ne feledd, hogy kell egy tehén, hogy legyen tejünk. A baba miatt ez nagyon fontos. Ez az összes pénzünk. Légy óvatos. Rendben. A szüleim persze aggódtak értem, bár papa titkolta, de én nem féltem. Tudtam, hogy semmi baj nem érhet Ébner Murdoch mellett. Hozd nekem is valamit, Jake, el ne feledd! Már miért hoznék neked bármit is? Nem felejtem el. Ébner azt mondta a szüleimnek, hogy sötét szél velük marad, hogy segítsen felépíteni a kunyhót. A varázsló már idős volt, és nem vándorolt együtt a törzsel a téli vadász területekre. Sok szerencsét. Köszönöm. Ébner Murdoch többet tudott az életről a vadonban, mint bárki más, akit valaha is ismertem. Az apámnál legalábbis többet. Azt mondta, ha valaki életben akar maradni itt, úgy kell gondolkodnia, mint az állatoknak. Elvétette. Ez nézőpont kérdése. Az ember nem hihet mindig a szemének. Nem volt idő szarvas húst beszerezni, de Ébner szerint a vadgalamb amúgy is jobb, és megtisztítani is könnyebb. Egész jól néz ki, már majdnem kész.
az. Ez volt a legfinomabb hús, amit valaha ettem. Ébner mesélt az életéről a hegyek között, meg arról, hogy Illinoisból jött ide 14 évesen az én koromban. Meg hogy az indián törzsektől tanulta meg, hogy hogyan kell a sziklás egységben élni. Igen, mindent végigcsinált. Ő egyike volt az utolsóknak, az olyanoknak, mint Jim Bridger és John Carter. Murdoch volt a legutolsó igazi hegyi ember. Ő tanított meg rá, hogy hogyan kell a szabadban élni, és mit jelent a föld részévé válni. Akkoriban emlékszem, arra gondoltam, hogy apám milyen keveset tudott az itteni életről. Nekem úgy tűnt, mintha apám nem is lett volna igazi férfi, legalábbis nem olyan értelemben, mint Ébner. Ébner mindent tudott, és a világon mindennél jobban szerettem volna ráhasonlítani. Bárcsak az apám is annyi mindent tudna, mint maga. Miből gondolod, hogy nem tud? Hát ezt úgy értem, hogy maga sokkal többet tud a túlélésről, mint az apám. Ő csak egy hajóács New Hampshire-ből. Én nem tudok hajót építeni, te igen? Azt hiszed, ha a nyerekben élsz, férfi leszel? Ez nincs így. Sokszor sokkal több bátorság kell a család alapításhoz, mint ahhoz, hogy valaki a hegyek közé meneküljön. Hát én úgy értettem, hogy belőle sosem lesz egy Jim Bridger vagy ilyesmi. Ó, te ismered Jim Bridgert, nem igaz? Hogyne? Minden tudok róla. Hogy hogyan bukkant rá Yellowstone-ra és alapította meg a Ford Bridgert. Hogy több varjú harcos tölt meg, mint bárki más. Hol hallottál te erről? Ó, én nem hallottam róla. Ebben olvastam. Mi ez? Mi a címe? Ó, ott azt írja, hogy Jim Bridger a hegyek királya. Király? Jim Bridger? Ezt alig hinném. Semmi ilyesmit nem tett. John Carter volt az, aki majdnem otthagyta a fogát Yellowstone-nál. Májevő Johnson több varjú tölt meg, mint ahányat Bridger valaha is látott, és annak, hogy róla nevezték el az erődöt, az az oka, hogy egy pókerpartin megnyert egy fogadást egy politikus ellen. Én azt hittem, hogy... Jobb, ha tisztázzuk a tényeket, fiú. Még mielőtt a szádnak köszönhetően komolyabb bajba kerülnél. Kicsim, hoznál nekem vizet? Köszönöm, Emma. Ma a farönködből elkészítjük az alapozást. Megnézem. Tobi! Te maradj itt! Tobi! Tobi, menj édesanyádhoz! Ez a történet.
Jól fog esni ebben a hidegben. Hogy vagytok, barátaim? Mit kérsz érte? Azt kérdeztem, hogy mennyi. Mi mennyi? Hogy érted azt, hogy mit te kancsal tök mag? Hát a ló! Az nem eladó. Tudod, itt minden eladó, fiú. Nekem kell az a ló. Mi az ára? Nem az enyém, én csak vigyázok rá. Ha. Tehát loptad, mi? Nem, Mr. Murdoch-i! Én csak vigyázok rá. Gondolom, Mr. Murdoch nem bánná, ha egy ideig én vigyáznék a lovára. Vagy igen, ne bánná! Bocsánat. Ne kérj bocsánatot, fiú, ez egy vásár. Mindenféle ember eljön ide. Óvatosnak kell lenned. Ez itt viszki, kérsz egy kortyot? Én nem iszom. Gondoltam, megengedett, hogy meghúzzam. Hogyne. Ennél nincs jobb. Vagyis, fogjuk rá. Jó. Vegyesbolt. Üdv, cimbora! Bármire is lenne szükséged, itt mindent megtalálsz. Ne félj kérni. A csapda jófajta pennsylvániai acélból van. Nagyon szép, de ágyszerszámokra lenne szükség. Szögekre, kalapácsra, fűrészre. Van itt minden, és még annál is több. A mi áraink a legjobbak. Angus Campbellnél senki sem olcsóbb. Ne is cukorkája van. Hát hogy? Szánalmas egy árus lennék édesség nélkül, nem igaz? Tessék, kislegény, kapsz egyet ingyen. Mibe kerül a fűrész? $1.25. $1 és egy zacskó cukor. Rendben. Menj oda, és válasz ki egy olyan tehenet, amilyet a papát kért. Én nem értek a tehenekhez. Hát én sem. Ha engem kérdezel, a papádnak nem is tehénre lenne szüksége, hanem inkább egy puskára. Van egy vadászpuskára. Az nem az igazi. Ha nincs rendes puskád, itt nem lehet túlélni. Ezek itt egész jók, de ha elveszted a kakast, nem ér többet egy bunkós botnál. El is dobhatod. Ez a kovás puska viszont megéri a pénzt. Ha elveszíted a kova követ, csak felveszel egy másikat a földről. Tetszik, ugye? Nagyon szép. Colt ezredes forgópisztolya. Vasárnap megtöltöd, és egész héten lőhetsz vele. Ez itt a szentírás, barátom! Egy 36-os kaliberű hatlövetű Navy Colt, a valaha gyártott legjobb oldalfegyver. Ennél jobb fegyvert nem fogsz találni a határvidéken. És persze, drágábbat sem. Több mint egy évig csapdáztam az enyémért. Vethetek rá egy pillantást? Szép, köszönöm. Mi szeretném... Szeretném megnézni azt a Kentuckyt, ha lehet. Rendben, kis haver. A minőséget egyből fel lehet ismerni. Nézzük is meg a kivitelezését. Fogd meg, és simogasd meg mindkét kezed, de ne aggódj, nem harap. Van aranyad. Láttam.
Van egy zacskó aranypénze. Láttam. Lakota elhagyta a nagy szellemet. Láttam egyszer, és higgyétek el, annyi elég is volt. Majdnem 12 láb magas volt. A széttárt karjai maguk is hosszabbak voltak egy indián pólynál. Azelőtt sosem láttam hozzá hasonlót, de azóta sem. Bundája maga többet hozna 100 arany dollárnál. Mind hallottunk már erről a kísértett medvéről. De valójában senki se látta. Csak a pia miatt mondasz ilyeneket. Nem a pia beszél belőlem, Enzel Richter. Amúgy meg mit tudsz te? Én mondom, láttam őt a saját két szememmel. Nagyobb volt, mint egy hegy. Ha meghallod, rögtön tudod, hogy az indiánok miért nevezik mennydörgésnek. Igazad szól. Én is láttam. Ja. Láttad a medvét? Valahol itt a környéken? Barátaim, hiszen tudjátok, milyenek a fiatalok. Csak szerette volna látni. Nem, várjatok, hadd beszéljen a fiú. Már ha látta. Talán úgy van, nem, de fiú? Lehet, hogy nem is őt láttam. Vagy csak a szagát érezted, hm? Na és, mit is láttál pontosan? Hm? Semmit se láttam, uram. Uram? Már sok mindennek hívtak az életemben, de uramnak soha. Ez itt nem a hadsereg. Talán az uramozás a tiszteletjele. Olyasmi, amihez nincsenek szokva a skalpolók. Talán nem hallottad, hogy a skalpolás már törvénytelen. Soha életemben nem követtem el törvénytelenséget. Hát, Enzel, ez azért így nem igaz. Mintha emlékeznék rá, hogy te meg a haverjaid ültetek egy ideig, mivel rálőttetek valami fekete lábú törzsbélire. Te sosem változol meg, ugye, Éb? Mindig is jobbnak gondoltad magad nálunk. Nos, nekem ne hazudozz, Ébner. Hát a hazudozás olyasmi, amiről azért te is tudsz ezt-azt. Természetesen, amiről itt beszélsz, az szintén az. Te hazugnak nevezel? Nincs rá szükség. A bűzös borzról is tudjuk, hogy ez egy bűzös borz. Már a szagáról is fel lehet ismerni. Menj az indián asszonyodhoz! A fiú ne uramozzon téged. Látod ezt? Mi az ott? Előttünk lovasok haladnak. És az mit jelent? Azt, hogy nem vagyunk egyedül. Valakik úgy döntöttek, hogy velünk tartanak. Talán az árut akarják. Na de azt mondta, előttünk vannak.
Nem azt, hogy követ neki. Ez egy régi bölényvadásztrükk. Talált ki, merre megy a csorda, és várt be. Mr. Murdoch, kérdezhetek valamit? Ha akarsz. Ott a vásárban mit értettek azon az indián asszonyon? Pár évvel ezelőtt feleségül vettem egy Sioux nőt. Elvett egy indián nőt? Ez a fehér emberek kifejezése, de valami hasonló történt. Richter sértegetni próbált, amikor ezt mondta, de én nem vettem annak. Ő hol van most? Már rég elhagytam. És a gyerekeket is. Nem igazán tudtam gondoskodni róluk. Mindig volt tető a fejük felett, meg elegendő élelem is. De ennél többre lett volna szükség. Tehát maga szerint azok hagyták a nyomokat, akik követnek minket? Bizonyára. Nem kéne kisebb tüzet raknunk, mármint, hogy ne hívjuk fel a figyelmüket. Éjjel nagyon lehűl, nem fázol? Én inkább biztonságban lennék. Mi lenne, ha aludnál? Vert a tűzzel. Számítottam rá, hogy ránk törnek. Én voltam a Csali. Csali nélkül semmit sem lehet fogni. Hogyne, de... És ha ők lőnek előbb? Nos. Nem ők lőttek. Már kezdtem érteni a vadon törvényeit. Vagy vadász vagy, vagy vad. Ébner Murdoch ezen törvények szerint élt. Ott vannak a pataknál. Micsodák? Nézzük meg közelebbről. A bundájuk jó pénzt ér. Nem lövi le őket, ugye? Amúgy sem vészelnék át a telet. Kérem, ne! Tanuld meg, fiú! Hogyha életben akarsz maradni a hegyekben, el kell fogadnod azt, amit a gondviselés elét hoz. Mama, ez olyan, mint egy igazi ház. Megmutatom sötét szélnek. Huh.
Úgy egy héten belül elkészül, amint meghozzák azokat a szerszámokat. Hamarosan megjönnek. Már közeleg a tél, érezni a levegőben. Mama, vajon Jacobot már megölik? Ne beszélj ilyeneket, Tobias McKay. A bátyádnak semmi baja, és hamarosan itt lesz. És nem megölik, hanem megölték. Figyelj a nyelvtanra. Én nem akartam valami rosszat. Semmi rosszat. Ugyanakkor meg is kapolhatták. Jó, ez butaság. Menj és tedd a dolgodat. Jó, rendben. Üdv, emberek! Remélem, nem ijesztettünk magukra. Már jó ideje úton vagyunk. Hasznunkra válna egy kis ennivaló, ha van fölöslegük. Meg hát ez az idő. Bajba kerültek? Mondjuk, véres kabát puskája véletlenül elsült, majdnem levitte a fejét. Igen, de szerencséje volt. Csak a szeméből lőtt ki egy kis darabot. Hát, van egy kis ragunk. Ha van kedvük csatlakozni. Nem küldöm el magukat. Ez kedves magától, lekötelez! Mi ez a seb? Igen, őt is meglepte. Nem láthatta előre. A saját puskájával tette? Nem beszél, mert nem tud. A hangszálait elvágták. Igen. Egy fekete láb elvágta a torkát. Pár évvel ezelőtt. Már nem fog beszélni. Soha többé. Ugye így van, te félvér? Rajta. Mutasd csak meg. Maguk indiánokra vadásznak. Tobi. Bölényre, fiú, bölényre. De nem volt szerencsénk. Úgy hallottuk, hogy ezen a környéken láttak egy medvét. Nem találkoztak vele? De igen. Eltörte a szekerünket. De nem lőtték le, vagy igen? Csak nem a medvét keresik. Keresni nem keressük, de ha látnánk, lelőnénk. Na és itt akarnak maradni? Talán. Akkor másra is szükségük lehet. Jacob és Ebner elmentek beszerezni őket. Papa adott rá pénzt. Valóban? Jönnek még telepesek. Mi vagyunk az elsők, akik megérkeztünk. Az előőrs. Ez furcsa, mert én nem láttam senkit. Értékelném, ha nem dohányozna. Nálunk ez nem szokás. Istenfélő emberek. Gondolom, inni sem iszik. Nem dolgom, hogy megmondjam magának, mit tegyen, de ez a mi házunk. Értékelném, ha nem inne a fiú előtt. Nem akartam tiszteletlen lenni. Mivel maguk keresztények, jobb, ha óvatosak lesznek. Az indiánokat nem érdekli, melyik istenben hisznek. Ugyanúgy megskalpolják magukat, mint bárki mást. Maga is így érez? Nem vagyunk rokonok. De már nem skalpolok, mert nincs benne pénz. Viszont ha ez mégis változna... Fizetség az ételért. Jobb, ha elmennek. Lehet, hogy visszafelé is erre jövünk. Megnézzük, hogy vannak. Menjünk. Ki fogja azt elolvasni? Ezen még nem gondolkodtam. Gondolom én, ha már öreg leszek. Vagy talán a fiam, meg az ő fia.
Mondtó hamar családot alapítanál, nem igaz? Jó magam, nem sok hasznát vettem a tanulásnak. De a nevemet le tudom írni. Mama szerint meg kell tanulni írni és olvasni. Hát, gondolom igaza van. Bár itt nincs sok haszna. Fontosabb, hogy a jelekből olvassunk. Jelekből? Hiszen erre tanítalak, fiú. Ez a vidék beszél hozzád, ha tudod, hogyan kell meghallani. Úgy van, ahogy mondtad. Van aranyuk. Érzem a szagát. Törjünk rájuk, és öljük meg őket. Lopjuk el az aranyat. Ezek úgy sem ismerik itt ki magukat, nem tudják, ki tört rájuk. Azok az emberek már ismernek. Azt mondom, skalpoljuk meg őket. Kenjük rá a szíjukra. Nem. Meg fogjuk repni őket. Úgy nem tehetnek semmit. Skalpoltak. Megskalpoltak, és ne beszélj ilyeneket. Köszönöm, hogy épségben visszahozta. Nem volt gond. A férje jól halad a kunyhóval. Igen, John elment vadászni. Hol a tehén, amivel édesapád megbízott? Erre nagyobb szükségünk van. Úgyhogy ezt vettem helyette. Jacob, ez volt az összes pénzünk. Papának fogalma sincs, hogy kell itt túlélni, anyám. Az én hibám, asszonyom. Butaságokat beszéltem neki. Megengedem, hogy maga mondja el neki. Tegnap este itt jár pár férfi. Igen, itt járt. Jacob, hoztál nekem valamit? Már miért hoztam volna bármit is, hm? Ugarj, ugarj! Mit akartak azok a fickók? Ételt. Az egyikük megsebesült. Hogyan? Azt mondta, véletlenül elsült a fegyvere. Aha. Merre ment vadászni a férje? Észak felé. Lehet, hogy én is utána megyek. Segítek neki. Van valami... Nem, nincs semmi gond. Nos, tényleg lekötelez. Szívesen teszem. Vigyázz édesanyádra, meg az öcsédre. Törzsd meg a puskát, tartsd nyitva a szemed, és ne kockáztass. Valami gond van? Meg lehet. Bőrrel meg akarja úszni. Ki lehet az? Nem tudom. Maradjon itt. Én kicsit körülnézek. Na de... Örök hálával tartozunk, Mr. Murdoch.
Nem kell a miszter. Hívjon csak Murdochnak. Szerencsések, hogy idáig is eljutottak. Ez egy nagyon durva vidék. Én Ford Bridger felé veszem az irányt tél idejére, de szívesen segítek felépíteni a kunyhót, mielőtt útra kelek. Maga igazán jó keresztény, uram. Hát nem hinném, hogy annyira keresztény lennék, asszonyom. De úgy gondolom, hogy maguk megérdemlik a segítséget. Tudom, hogy én itt nem ismerem ki magam úgy, mint maga. De megleszünk. Úgy hiszi, hogy a varjúharcosok vissza fognak jönni. Nem a varjak akarták megölni. Azt hittem, hogy... Úgy gondolkodik, mint egy telepes. Ez itt nem New Hampshire. Honnan tudja, hogy nem a varjak voltak? A Sioux-nak, a Cheyenne-eknek, az Arapahóknak. Úgy van varva a mokaszínjük, hogy a lábnyomuk alapján gacsos lábúaknak tűnjenek. A varjak meg olyan simára cserzik a bőrt, hogy sehol sincs nyoma a varrásnak. Akkor egy másik törzs volt. Nem. Amiket ma reggel láttam, a varrás a talp közepén volt. Egyik nemzetséghez sem tartoztak. Fehér emberek. A férfiak a vásárból. Jól tippelsz. Papa és Ebner pár nap alatt befejezték a hátralévő munkát. Most először valami újfajta tiszteletet vettem észre közöttük. Ebner elmondta, hogy amennyiben a varjúharcosok már a közelben vannak, akkor vadásznak. Tartsa. De sötét szél szerint a föld szelleme velünk volt. És a varjak meg a Sioux ősi ellenségei egymásnak az idő kezdete óta. Működik! Imádkozik, ahogy a házuk megteljen bőséggel. Most mit csinál? Oda rak pár dolgot, hogy megáldja az életüket. Sót a szarvas nyálából, hogy sok örömük legyen az életben. Pácolt szarvashúst, hogy ne ismerjék az éhséget, és egy álomcsapdát, amit az ajtó fölé kell rakni. Mi az az álomcsapda? A Sioux úgy hiszik, hogy az álmok megtöltik a házat, és valóra válnak. Az álomcsapda elfogja a rossz álmokat, amíg mindenki alszik. Hogy csak a jó álmok váljanak valóra. Pár nappal később Ebner azt mondta, hogy ha a fickók vissza akarnának jönni, már itt lennének. Emma készített önnek ételt az útra. Nem sok, de laktató. Leköteleznek. Muszáj mennie. Ha el akarok jutni Bridgerbe, még a havazás előtt el kell indulnom. Vigyázz magadra, rendben. Jó utat. Halmozzon fel mindent, amit tud, és hallgasson a varázslóra. Jobban ismeri ezt a helyet, mint bárki. Vigyázzon a skalpjára. Nem lesz bántódásunk. Ő mindünknél többet tud, papa. Mm.
lesz új tökfedőm. Erre nincs időnk. Az enyém. Aki a mali? A francba! Halálfia vagy indián. Na, most kiabálj, varázsló. A medve után! Robi! Neked sok dolgod van. Ó, mama, tényleg muszáj? Fára lesz szükségem. Kérlek, hozz valamennyit. Most! Na, persze. Mindig csak a munka. A vállába fúródott. Sok vért vesztett. Lehet, hogy ide jönnek. Hogy követték őt. Kik? Akik ezt tették. Harcolni fogunk ellenük, papa. Remélem, nem lesz rá szükség. De jobb, ha felkészülünk. Bárcsak itt lenne Ednél. Ő tudná, mit tegyen. Meghalt? Nem, még nem halt meg. Bár csodálkozom rajta. Kell még neki a mokaszínja? Toby McKay, menj és segíts édesapádnak. Kész a vészjelző! Hát, ez egy kicsit lelassítja őket. Nem igazán. Ha Ebner itt lenne... Ő tudná, mit tegyen? Gondolom, igen. Én nem igazán értek az ilyesmihez, ugye? Hát nem. Vagyis apám is sokat tud. Édesanyádnak igaza volt. Elrángattalak benneteket mindattól, amit szerettetek. Papa, bocsánatot kérek a puskáért. Vagyis, hogy azt vettem meg a tehén helyett. Úgy tűnik, hogy igazad volt, nem de? Kezdesz férfivá válni. Néha megfeledkezem erről. Fontos, hogy megtanulj saját döntéseket hozni. Thank you.
mezőm. Üssön! 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 Keményebb, mint hittem. De nem elég kemény. Mozogjon! Indulás! Hagyják abba, vagy megölöm! Esküszöm! Rendben van, hol az arany? Megvan? Nekünk nincs aranyunk. Hazudik! Láttam! Nem hazudik! Nincs aranyunk! Hol van? Na. A hölgy azt mondta, nincs aranyunk. Nocsak. Úgy tűnik, elég jól elverte. Maga mögött! Nem is volt annyira kemények. Nem voltak kemények. Édesanyád is kijavítana. Miért jött vissza? Nem tudom. Gondolom rávett egy barát. Ideje feltölteni az éléskamrát. Még használnia kell a puskát. A férfiak úgy döntöttek, hogy éjszakra mennek vadászni. Papa nem akart minket egyedül hagyni, de tudtuk, hogy kell a hús, hogy legyen elég élelmünk egész télre. Még aznap elindultak. Papa rám bízta a családot. Ez egy kicsit megrémisztett, mert egyikünk sem tudta, mi lett azokkal a fickókkal, vagy hogy merre mentek. Mi alatt a férfiak oda voltak, egyre közeledett a szülés időpontja.
egyedül voltunk azon az éjszakán, amikor eljött az idő. Jacob, hoznál nekem forró vizet? Szükségem lesz a segítségedre, kicsim. De mama, én nem tudok segíteni. Talán még nincs itt az ideje. Jake, de hát most mit tegyünk? Nem tudom. Tobival megpróbáltunk segíteni, amiben csak tudtunk. Aztán sötét szél, az öreg indián megjelent a házban, és átvette a helyünket. Tobival nagyon örültünk, hogy látjuk. Az öreg ember végig anyánk mellett maradt, hogy átsegítse a kényszenvedésén. Megint. Igye meg, anyám. Sötét szél majd segít. Kislányt szült. Tobival lett egy húgunk. Ez itt vagy, aranyom. Csak évekkel később tudtam meg, amikor már megtanultam valamennyire a Sziuk nyelvét, hogy az öreg ember aznap értünk imádkozott. Még most is emlékszem arra az imára, és az éneklő öreg ember hangjára. Mennydörgés, hallgass meg! Gyenge a hang, amit feléd küldök, de a szívem az, ami szól. Adj nekik erőt, hogy a puha földön lépdeljenek, hogy szembe tudjanak nézni a széllel, és jó úton haladjanak a csend napjáig. Hallgass meg, mert az idő bevégeztetett, ahogyan te megmutattad. Ennél szebb imát sosem hallottam azelőtt is, azóta sem. Sötét szél meglátta a jövőt, és azon a napon, amikor a húgom született, elindult felé. Megszületett a kisbaba! Erre járt. Sose kapjuk el azt a medvét.
Mert nem fogok üres kézzel elmenni. A többi szarvas húst beraktam a gödörbe. Társaságunk érkezik. Richter az? Igen. Köszönöm. Lövések! Ennél több kell ahhoz, hogy megöljék. Maradj itt! Utána! Meglőttem a medvét. Tudom! Hol lehet? Tudom, hogy meglőttem. Tudom! Tudom! Nem lehet olyan messze. Gyerünk! Nekem ez nem tetszik, Richter. Ez az öreg varázsló. Elintézem egyszer és mindenkorra. Na és ha rontást hoz rád? Fogd be! Én előbb végzek vele. Énekeld el a halálod, öreg. Jó. Azt hiszem, elfogyott a varázserőd, öreg. Állj! Dobja el! Te ez nem értesz, fiú. Adj neki! Kapja el! Hol van Jacob? A barátod most nem fog segíteni, fiú.
Levágom a hajad. Semmiből jelent meg, de örülök, hogy így volt. Azért jött, hogy segítsen. Megérezte. Ügyesek voltak. Mindketten. El sem hittem, hogy az apám utánunk jött. Ettől fogva másképp néztem rá. Sokkal erősebb férfi volt, mint hittem. A mai napig látom sötét szél arcát, ahogy a nagymedve után indul. Ebből szerint menyét és véres kabát elmenekült, amikor apám megjelent. Azt mondta, tenni fog róla, hogy ne is térjenek vissza, soha többé. Meg azt is, hogy tavasszal visszajön, hogy meglátogasson minket. Megígérte, hogy akkor magával fog vinni. Aztán nekem adta a Navy Colt pisztolyát. Nekem annyira tetszett. Azt mondta, egy férfinak szüksége van egy jó fegyverre. Tudtam, hogy belőlem sosem lesz olyan hegyi ember, mint ő, és ezt megmondtam neki. Azt mondta, hogy jobb is lesz, ha inkább olyan férfi leszek, mint az apám. Szerinte az az igazi férfi, aki gondoskodik azokról, akik számítanak rá. Néztem, ahogy ellovagol. Tudtam, hogy igaza van. Soha többé nem láttam. Elolvastad? Az egészet? Honnan tudtad, hogy elolvasom? Csak úgy gondoltam. Ahogyan az apád is. Úgy tűnik, igaza van. Az enyém. Mit gondolsz? Persze, hogy a tiéd. Írj bele. Úgy lesz. Rájöttem, hogy sokkal jobban hasonlítok az apámra, mint gondoltam. Mert nem az az igazán fontos, amit birtokolunk, nem az, amit a kezünkben tarthatunk, hanem sokkal inkább a földhöz való ragaszkodás, a kemény munka és a családról való gondoskodás. Ezektől nem lesz gyengébb egy férfi, így válik férfivá. Sok történetet hallottunk az öreg emberről és a medvéről az évek során. A hegyi emberek azt mondták, hogy a medve, akit Mennygyörgésnek hívtak, aznap meghalt, és a varázsló eltemette egy titkos helyre. És pont azon a helyen megjelent a legtisztább forrásvíz, amire valaha is rábukkantak a Sziklás hegységben. A különböző törzsek varázslói később azt állították, hogy sötét szél meggyógyította a medvét a hatásos gyógyszereivel, és együtt barangoltak a hegyekben. Végül, amikor az életük végéhez értek, a nagy szellem a keblére ölelte őket anélkül, hogy megízlelték volna a halált. A Sziú indiánoknál járja egy mondás. Mi az élet? A Szent János bogár fénye az éjszakában, a bölény lehelete a télidőben, az a kis árnyék, ami rávetül a magas fűre is eltűnik benne. Az élet nem hosszú vagy rövid, csak úgy van.
De én szeretném azt hinni, hogy Mennygyörgyés még sok éven át élt, sokkal tovább, mint bármelyik másik medve. Számomra ő ennek a földnek a lelke. És akár csak a föld, akár csak a családunk, ő is tovább él. Örökké.